Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Irodunk vendége Kalmár Árpád, a Magyar Karate Szövetség főtitkára. Hát szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek én is, és a nézőket is köszöntöm. Haladnak az évek, hónapok, hetek, megint itt van egy full kontakt karate magyar bajnokság. Ugye március 26-a szombat Budaörsön. Számolod, hogy ez már hanyadik, csak a te életedben, ez már a hanyadik full kontakt országos bajnokság lesz? 1992-ben kezdtem a magyar bajnokságok szervezését, és hát azóta jó néhány év eltelt. Nem mindegyiket a mi klubunk a stabilitás rendezte, de én úgy számolom, hogy több mint 20 magyar bajnokság, és hát most az Európa bajnokságot, világkupákat nem számolom. Most nem, mert most ugye magyar bajnokságról beszélünk, ugye, de akkor ezt már kis újból megcsinálod? Nem, minden egyes verseny egy újabb kihívás, hiszen új körülmények, új csarnok, új indulók, új gazdasági tényezők vannak. Minden egyes verseny komoly elhivatottsággal és komoly munkával telik, főleg a szervezés időszakban. És hát komoly munka ma már, hogy egy komoly létszámot, egy komoly néző számot tudjunk biztosítani a verseny hangulatához. És hát nem beszélve a kiemelt díjazásról, amit fontosnak tartunk a versenyzők megbecsülése érdekében. Mm-hmm. Jó, mi visszatérünk rá. Fontos, hogy mindig új helyszín, hogy mindig legyen valami új a országos bajnokságban? Hát egy Budapest és Budapest környéke, tehát most Budaörsöt választottunk, mint egy ideális helyszínt. Ez az ország közepe, tehát könnyen megközelítik, Győrtől Nyíregyházáig körülbelül középen van. Tehát a földrajzi elhelyezkedése kiváló, itt Budapesten egyszerűbb a médiát, az újságírókat, illetve hát a nézőket is mozgósítani. Budaörsi helyszín, ez egy ideális helyszín nekünk, szép a csarnok, megfelelő a logisztikai kiszolgálás, és néhány éve már itt rendezzük. Szóval akkor ott már ismerik a járást is, ugye? Ennek a versenynek mekkora presztízse ma a karatéban? De most nem csak a Kyokushinkára gondolok itt, hanem úgy a karatéban, hiszen a Karate Szövetség főtitkára vagy. Tehát így érzékeled, látod, tudod, hogy úgy szakmán belül ezt hová helyezik a versenyzők. Mivel érintett vagyok, és nem akarom összehasonlítani többi szakág versenyeivel, ugye három alapvető... De hát most mint főtitkára nézünk, most mint főtitkárt hallgatunk. Igen, tehát három versenyszabály van, az Ippon Sobo, VKF, az olimpiai karate, és a Knockdown Kyokushin Full Contact, tehát több nevű néven is szerepel a Kyokushin karate különböző ágazatainak versenye. Mi arra törekszünk, hogy teltházas rendezvényt csináljunk, általában meghívunk gyerekeket, iskolásokat, olyan érdeklődő közönséget, akinek élmény egy ilyen versenyt megtekinteni, családokat. Egyébként egy budaörsi család és sportnappá is van nyilvánítva, tehát egy városi sportnap, ahol a versenyen kívül még egyéb egészség-életmód programokat is kapnak az előtérben, halban, a csarnok előterében. Ezen túl pedig próbálunk arra, a szervezőbizottság azt tűzte ki célul, hogy méltón elismeri a versenyzők munkáját, tehát méretes, méteres kupákkal, díjazásokkal, gyönyörű szép érmekkel. De ez valahol ez már a karate tradícióhoz hozzátartozik, azért ezek a nagy kupák, ugye? Igen, mert tulajdonképpen, hogy ne ekkorát vigyen haza, igen, hanem amiért megdolgozom. Ez egyébként miért alakult így? Ami nem baj, mert szép és látványos, de amióta csak én ismerem, akkor azóta mindig ilyen nagy sellegek és pazar kupákat adtok át. A verseny rangjának elismerése az egyik oldal, a másik ez a verseny egyébként... Ez itthon van csak így, vagy mindenhol így van a karaté, tehát ebbe a... Ez több, melyik országban hogyan van. Általában már törekszenek arra, hogy megfelelő méretű kupákkal ismerjék el a versenyzők munkáját. Visszatérve a versenyre, hogy tulajdonképpen nem csak magyar bajnokság, hanem néhány szakágnak, mint a VKO Shin szakágnak kvalifikációs és verseny az Európa bajnokság, ami idén Georgiában lesz, és jövőre pedig Asztanában a
Kazasztánban a világkupa, ami egy nagyon rangos verseny, tehát egy súlycsoportos világbajnokság tulajdonképpen, és ha azt nézzük, hogy a magyar bajnokságról kvalifikál az EB-re, onnan pedig a világkupára, akkor a magyar bajnokság egy fontos állomásköve annak, hogy kijuthat el a világkupára, a világ legnagyobb megmérettetésére. Akkor garantált, hogy itt a legjobbak is elindulnak ezen az országos bajnokságon. Igen, tehát mivel innen tudnak tovább lépni az Európa-bajnokságra. Aki ezt kihagyja, az nem tud tovább lépni, ugye? Így van. Akkor nem lehet taktikázni. Bármilyen jó is valaki, azt mondja, hát úgyis megeszem a magyar mezőnyt, most minek taktikál, kihagyjam, vagy ne hagyjam ki, ugye, akkor kihagyja, akkor ment a levesbe. Hát a válogatott szempont, a kiválasztás szempontjai a magyar bajnokságnak a helyezése, ezért... De sok sportágnál ezt elmondják, aztán mindig felrúgják az utolsó pillanatban különféle érvekkel megmagyarázva, de itt nálatok ez egy szent dolog akkor. Igen. Csak erre akartam úgy. Igen. Én úgy gondolom, azért is fontos ez két dolog miatt. Egyrészt a hazai mezőnyben mindig legyenek ott a legjobbak, hiszen ez egy ünnep is, a karata ünnepe. Hogyha nem indulnának a legjobbak, nem lenne igazságos a megmérettetés. Netán olyan kerülne oda, aki mondjuk nem a legjobb, hogyha mindenki indulna. Ez egyik része, a másik pedig hát mindenki szeretne kvalifikálni, főleg a világkupára, de aztán 4 év múlva jön a világbajnokság. És azért a sportolók életében egy világkupa, egy világbajnokság egy múlandó dolog, tehát néhány évig van esélyük, néhány EB-t, vagy néhány világbajnokságot, világkupát tudnak megcélozni a versenyzői pályafutás alatt, és hát úgy gondolom, hogy ezt mindenki kihasználja és próbálja belesűríteni. Ha neki komoly és fontos céljai vannak, akkor elindul, és ha úgy szerepel, akkor kikerülhet a világkupára, lehet a világ legjobb, mint Szepesi Csenge a legutóbbi világbajnokságon. Látom, hogy 8:30 már kezdődik a verseny karta selejtezőkkel. Este 7 órakor eredményhirdetés. Tudjátok ezt tartani? Mert általában az a gyakorlat, hogy nagyon sok versenyző van ezen az országos bajnokságon. Tudjátok tartani? Vagy csak éppen, hogy majd cipőkanállal sikerül? Nem, ez egy olyan program, ami éveken keresztül kialakult már és tartható. A bírók munkája, szakmai munkája, illetve a pástok elrendezése, tehát maga a versenymenedzselés olyan, beleértve a megnyitó ceremóniát, a bemutatókat, hiszen lesz egy színvonalas katonai közelhasz bemutató is, hogy általában 7 óra körül zárni szoktuk a rendezvényt, és 8-kor már csarnok ki van pakolva, tehát ez majdnem olyan szentírás, mint az EB-n való. Akkor minden, bocsánat, katonás rendben akkor zajlik, ugye? Hát mivel Sián Furkó Kálmán ugye a szervezet atya, vagy a megalapító nagymestere, és hát nemzetközi szaktekintélye, az ő pontossága és fegyelme, kihat a minden sejtre, vagy minden egyes hajszálére. Akkor ott lesz? Igen. Csak azért, mert ugye Kálmán bárról azt lehetett hallani, hogy betegeskedett, stb. Akkor jól van, most már rendben van. Volt egy csípőprotézis műtét, ami után már szanatórium ellátáson is túl van, és életerőben megfelelő. És már rugdos megint, ütvág? Hát most egy ilyen rehabilitációs időszak van. Akkor még nem. De itt van, jelen van, megfelelő, kellő erőt demonstrálva. Maga a jelenlét, ez már pusztán elég akkor, ugye? Igen, és fontos is, hogy egy ilyen példakép ott legyen, hiszen az ő életútja, az ő munkássága, személyisége és a vezérlő elvek, ami a tisztelet, pontosság, kitartás, fegyelem, ez a katonás rend, amiről beszéltünk. Igen, igen, igen. Lesz full kontakt is, ugye? Szokás szerint. Hát, tulajdonképpen 2 szabályrendszerben megy, tehát tulajdonképpen van a formagyakorlat, ezzel kezdünk. Igen. Itt is Európa legjobb versenyzői, beleértve Tóth Attila, Szabó István, vagy az elmúlt időszak kiváló versenyzői. Tehát férfi-női kategóriában vannak esélyes EB versenyzőink. Ez kb. 2-3 órás program, és ezt követő lesz egy szünet, és kezdődnek a kőkemény test-test elleni full kontakt küzdelmek, ami hát egy megnyitóval, tulajdonképpen megnyitó ünnepséggel lesz csak megtörve, és utána folytatódik, aztán selejtező, középdöntő, elődöntők és a döntők. Szóval akkor kemény harcok lesznek. Nőknél is, ugye? Hogyne. Most 4-4 súlycsoport.
a világkupán már új súlycsoport rendszereket írtak ki. Most, és akkor ez is már azt szerint lesz akkor, ugye? Tehát a férfiaknál nőknél is már, az, új. Igen, az új 65, 75, 85 és a plusz 85 kiló férfiaknál. Igen, új szabályrendszerekbe írták ki már az EB-t és a világkupát, ehhez igazodik a magyar rendszer. Nem volt könnyű az átállás, hiszen más, a régi súlycsoportok másképp alakultak, de muszáj ez szerint kvalifikálni, mert különben nem lehetne persze, más súlyokban tovább menni. Teljesen természetes. Lesz törés, ugye? Több. Azt tudom, hogy mindenkit érdekelt annó régen, na, mivel mennyit lehetett, mennyit törtek ököllel, könyökkel, mi most a sláger? Hát ez egy külön versenyszám, ami akkor számít bele a mérkőzés kimenetében, ha az összes selejtett, az összes mérkőzés szám döntetlen. Uh-huh. Az összes hosszabbítás és a főmérkőzés is döntetlen. Akkor legjobb törő deszkát összeadják. Három törés nem van, ököllel, kézéllel és könnyékkel. Általában 5-6 a csúcs, könnyékkel van, aki hetet is tör. Mind deszka. Mind deszka. És ha összeadva ez olyan 15 és 20 között szokott kijönni. Uh-huh. A 20 az már nemzetközi szinten is jó, de van, aki külön ezt élvezi, hogy stófolja a többieket, mert nézik egymást, amik licitálnak, hogy ki mennyit tesz föl. De ez még a küzdelmek előtt, vagy utána? Ez közötten, négy között van. Aha. Tehát akkor mindenkinek nem kell? Nem, aki bejut a legjobb négybe, akkor azok fölállnak, és akkor gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van a kettő az alap, és az a közreműködő bíró, aki szembeáll, kérdezi, hogy mennyit tegyünk föl, négy. Másik látja négy, öt. Ugyanis ha döntetlen van, ez taktikázásra ad okot, mert valaki döntetlenre végzi azt a hosszabbításokat, akkor egy deszkával akár meg is tudja nyerni. Tehát itt egymás figyelik a négy versenyző, aki bejutott, hogy ki mennyit rak föl. Van olyan, hogy valaki túl strófolja magát? Van, aki eltaktikáz, és gyakorlatilag nem fog neki sikerülni, és akkor, amit a kettő törne, akkor kötelező kettő törheti a javításnál, és az már annyit jelent, hogy önnek, ha döntetlen van, akkor vége. Tehát támadnia kell. Csak innentől kezdve akkor már lehet tudni, hogy ha olyan, amelyek, aki elrontott, akkor már ő eleve támad, tehát akkor már tudni fogom a harcmodort. Igen, is, hát ugye? Ez folyamatos taktika. Uh-huh. A küzdelem nem csak a felkészülés, hanem az ellenfelekkel való bánásmód, kinek mi az erőssége, gyengéje, ez egy komoly taktika. És akkor még ez is benne van, hogy a törés hogyan választom meg, hogyan, ez szerint hogyan alakítom a mérkőzés kimenetét, valóban igazad van. Tehát ez is beleszámít. Küzdelem idő mennyi? 3 perc az alapküzdelem. Tiszta itt a egyszer 3 perc, igen, ugye? Ha nincs vazari és ippon és olyan meggyőző fölény, hogy állandóan menekül, vagy stratégileg jobb valaki, akkor döntetlen. Ha ebből van 3 ilyen hosszabbítás, ami 2 perc, az összesen 9 perc. Az utolsó küzdelem végén a bíróknak el kell dönteniük. Tehát ott nincs, mert nem adhat döntetlen, ott egyértelműen ki kell jelölni, hogy piros vagy a fehér versenyző győz. Tehát nagyon sok mérkőzés végigmegy a 9 percig. Uh-huh. A taktikailag jobban felkészült versenyzők inkább igyekeznek arra az első menetbe győzzenek, hiszen akkor kevesebbet sérül, fárad. És mi az, ami tilos, csak azt mondjuk a full contact küzdelemnél? Tilos kézzel ütni a fejed. Tilos olyan stratégiai pontokat támadni, mint torok, lágyék, térd, gerinc, szakásos, igen, tarkó. Minden olyan cselekedet, ami a sport etikettjével ellentétes. Tehát igazából, amit ugye a néző is ért, az, hogy ököllel nem ütheti meg a versenyzőtárs fejét. Viszont, ennyi. Viszont teljes erővel lehet rúgni a test minden felületét a tiltott helyeken kívül, tehát az izületek, a gerinc, lágyék, torok, szem, és ütni pedig a test teljes területét. Viszont ez egy kőkemény testtelen küzdelem, amiben hát nem csak a fizikai fáradtság van, hanem az ütések, kirúgásoknak az elviselése. De az hogy van az, hogy rengeteg verseny, legalábbis hogy én láttam Magyarországon, oda mennek, tulajdonképpen, mint a homokzsákra másik ütik, utána meg fordul a kocka, mert másik üt, és állnak, és ütnek, és ennyi. Tehát anélkül, hogy bármi lenne. Igazi... Jó, persze, ez tudom időben, de ott adott pillanatban olyan mint hogyha meg se ütné szinte, tehát úgy állja egyik a másiknak a pontot. Egyrészt, mert hihetetlen felkészülési munka van, ami a felületkeményítés is benne szerepel. Ez azt jelenti, hogy edzésen? Edzésen ez része a felkészülésnek, az ütések, az izmok és a testfeletek megerősítése, megkeményítése.
De én úgy gondolom, hogy egy taktikus, egy igazán tudatos versenyző nem az a cél, hogy üttesse magát, hanem az, hogy egy olyan stratégiát válaszol, ami legkönnyebb, leggyorsabb idő alatt győzni tud. Uh-huh. 3 percet gondolom én erre. A hajrázó készség bennem az utolsó fél percnek a dinamikája és a meggyőző fölénye, ami már győzelemhez vezethet. Általában egy jó felkészülő versenyző ezt választ. Vagy pedig olyan pontok támadása kézzel, lábbal, fejet, vagy a test különböző, vagy a comb különböző részeit, amiből KO vagy vazari lehet. Egy igazán jó felkészült versenyző olyan pont erősen ütni, rúgni képes, hogy ezeket eléri. Tehát itt a különbség, amit mondtál, az a közép réteg, az a mag, aki... Erős, masszív, de még taktikailag még igen. Van hova fejlődni. Vazari az mikor van? Akkor van, hogyha egy olyan szabályos rúgással, ütéssel egy pillanatnyi harcképtelenséget érünk el, ami 3 másodpercig képtelen folytatni a küzdelmet. Ha 3 másodperc után sem tudja, a bíró számot kiadja Vazarit, egy támadásnál nem tudhatja, hogy az ember föláll belőle. Igen, igen. De még ha le is esik a földre és föláll 3 másodperc, akkor az Vazari. Ezt nem tudja megtenni, nem tudja föltenni a kezét, látjuk, hogy nem harcképtelen, akkor 5 másodpercen túl ez már rippon, tehát az elveszti a mérkőzést. Tehát nagyon ki van élezve, és nagyon szigorúak a szabályok. Tehát, hogyha egy ilyen nem lehet benne manőverezni, abban a pillanatban ezek a bírók látják, hogy meg van fogva az ember, és harcképtelen. Ugye elén beszéltük, hogy mindenki elindul, aki számít. Ugye itt az elmúlt évben is voltak nagy nevű versenyzők, akik szép eredményeket értek el. Ők is elindulnak? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát mindenki, tehát mert ugye a hölgy, akit említettünk, ugye ő kint él Ausztriában, jól tudom, ugye? Hát a Sopronban él, Ausztriában dolgozik. Jöcskoda jár át dolgozni, igen, igen. Jó, de hát a igen. Útvonal a mozgása az nem főváros felé tart, mindig Bécs felé tart. Tehát. Nem, de hát a magyar fennőség az neki is fontos. Te ő is elindul akkor. Természetesen. A férfiaknál Rózsa Gábor tudnám kiemelni, még a teljes nevezési lista nem zárult le. Többszörös Európa-bajnok, világbajnoki helyezés is van. Én úgy gondolom, hogy ha elindulnak a férfiaknál, nőknél Szepesi Cseng és Rózsa Gábor a két magyar favorit versenyző, de természetesen vannak már a második vonal, aki jön. De ők lesznek az elsők, azt mondod? Hát én azt mondom, hogy a két világklasszis versenyző férfiben, női versenyzőben megvannak. Ha Gábornak volt egy sérülésre az elmúlt versenyen, a Szolnokkupán szeptemberben egy kéztörés, emiatt nem tudott indulni a világbajnokságon, hogy indul-e most, mennyire lehet rendben, ezt nem tudjuk, de az látható, hogy már a második vonal ott van az első vonal mögött, és... Lehet meglepetés? Mindig van. Akár a Csengét elkaphatja valaki, vagy kicsire? A Csenge most olyan formában van, hogy friss világbajnok, többszörös Európa-bajnok, tehát nehezen tudom. Ugye ő súlycsoport nélküli világbajnok, ez gyorsan tegyük hozzá, tehát neki igen. Mindegy, hogy az ellenfél mennyit nyom. Igen. Tehát úgy gondolom, hogy őt nehéz lesz megfogni, de muszáj, hogy jöjjön az utánpótlás, hiszen mindenkinek van egy véges versenyzési időszaka igen. Is. Van utánpótlás? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Most majd kiderül. Most majd kiderül, és nyilván nem annyi, tehát... Azt érzékelhető a társadalomban, hogy a nyugati irányba megyünk, és az embereket egyre jobban a humán beállítottság és a számítógépek, tehát a egyre kevesebben vállalják föl a fizikai munkával járó áldozatokat. Tehát azt érzékeljük, hogy van egy űr az élversenyzők és a középvonal között, amiről beszéltünk, de a sportág stratégia természetesen, ami fejlesztés stratégia, ami segít ezen, hogy hogyan tudjunk új versenyzőket toborozni, hogyan olyan szakmai programot létrehozni, erre már kialakultak olyan műhelyek az országban is folynak a munkák, hogy az új generáció már egészen gyerekkortól kezdve, ifi juniorig, serdülőtől kezdve fölépítjék szakmailag verseny szempontból, hogy ők legyenek a következő generáció, akik eredményeket hoznak a Magyarországnak például. Akkor dolgoztok ezen, rajta vagytok ezen. Dolgozik több klubvezető, természetesen ez mindig hullámzik, tehát van amelyik klub nagyobb energiát tud, aztán van egy hullámvölgy, aztán újra följön, tehát igazából az a jó, hogyha minél több ilyen bázis van az ország szerte mindenhol, és
erősíti ezt a versenyzői csapatot. Ugye ez most a országos bajnokság általában ezekben a kategóriákban, stílusokban, akik elindulnak, mennyi verseny vár rájuk egy évben? Milyen sűrűn lépnek tatamira? Hát ugye a kiemelt verseny a magyar bajnokság. Azt követően néhány ember eljut az Európa bajnokságra. Ez felnőtt mezőnyben egy olyan 10-15 fő. 20, uh-huh. ha jobb időszak van. A nemzetközi versenyek pedig az körülöttünk, tehát Dániában, Hollandiában, Horvátországban rendeznek különböző, Japánban egy Dream Cup névű uh-huh. versenyt. Ez minden klub szinten történik ezeken az indulás. Tehát válogatott szinten csak az Európa bajnokság és a világversenyek. Melyik klubnak milyen anyagi és uh-huh. egyéb lehetősége vannak, utazási lehetőség, úgy vesznek részt. Uh-huh. Nyilván érdekük, hiszen minél nagyobb nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, annál nagyobb esélyük van majd a nagy világversenyeken. Hazai versenyek milyen sűrűn vannak? Hazai versenyekből most beindult újra a Szolnok Kupa, amit a Sián Furkó uh-huh. Kálmán anno 1970-es évek végén indított. Ezek ilyen EB szintű versenyek, most Európa Kupa rangot kapott. Idén is lesz, tehát ez egy nagy nemzetközi verseny, ez szeptember elején. Ez egy nagy nemzetközi verseny, és ha hozzáveszek még egy-két ilyen országos versenyt Magyarországon, amiből minden versenyző és az edzői menedzsmentje eldönti, hogy melyiken célszerű indulni az ő uh-huh. felkészüléséhez. Általában azt mondom, hogy egy 4-5 verseny indul egy profi versenyt egy évben, abban van egy nagyon komoly, és többi az felkészítő, uh-huh. kvalifikációs verseny. Van még ugye egy kis idő a országos bajnokságig. Mi most a legfőbb gondod? Mi az, amit még orvosolni kell az országos bajnokság rendezésével kapcsolatban? Hát nyilvánvalóan ugye a szervezés folyamata zajlik. Biztosítani kell a versenyhez szükséges feltételeket, tehát kiemelt tatami fénytechnika, mert nyilvánvalóan most már a nemzetközi versenyeket is eszerint. Uh-huh. Tehát a döntőket lekapcsolt lámpák és egy ilyen megfelelő fénytechnikai háttérrel bonyolítják. Díjazás uh-huh. folyik, a díjazásnak a szervezése, hogy megfelelő méretű és minőségű serlegeket kapjanak a versenyzők, plakettek, külön díjak, és hát a törődeszka, és az egész logisztikája, szervezése, hogy addigra, amikor uh-huh. a verseny elkezdődik, már le legyenek mérlegelve a versenyzők, előző este történik ez, hogy na a verseny napján terheljük őket ilyen plusz igen. várakozással. Este már megtörténik a mérlegelés és a sorsolás uh-huh. is, és másnap reggel gyakorlatilag úgy kelnek fel pihente, hogy már semmi dolguk nincs, csak a versenyzésre koncentrálni. És tudják, hogy kivel kezdenek. Ez jó egyébként? Hát azt mondom, hogy jó, nyilvánvalóan... Ember válogatja, ugye? Emberfüggő. Hallottunk már olyat is, hogy taktikailag, pszichésen összetörte, hogy egész éjszak azon rágod, hogy kivel kell másnap menni. És lehet, hogy reggel, amikor ezt látja hirtelen, hogy avval kerül össze, akkor összeszedi magát, és jobban tud mozgósítani. Ez versenyzőktől függ. Ma én úgy gondolom, hogy azért korrekt, hogy lássa, hogy kivel küzd. Ha legyen ideje feladni. Vagy épp fölkészülni, még éjjel át pár videót átnéz, hogy mozgott az ellenfel az előző versenyeken. Hát igen, szép, de nagyon kemény. Igen, és hát igyekszünk azért fűszerezni ilyen látványos bemutatókkal, tehát várhatóan lesz több bemutató, aminek kiemelt pontja lesz a katonai közelharc bemutató a Ludovika Zászlóalj prezentálásában. Uh-huh. Ez egy professzionális csapat, és hát különböző önvédelmi közelharc fegyver elleni prezentációt tartanak. Erre mindenképpen érdemes ezt megtekinteni. Akkor az reggeltől estig eltartok az egész. Maga a rendezvény az egész napos. Akkor. A szünetben és az aulában különböző sport és életmód szolgáltatások, szakkiállítások, sportruházat. Ahogy kell, tehát van minden akkor. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Időnk lejárt, akár csak a küzdelmi idő is lejár, előbb vagy utóbb, ugye? Hát bízunk benne, hogy nagyon jó és színvonalas, és nagyon kevés olyan eset lesz, amikor a mentősöknek is tatamira kell lépniük. Ebben bízunk, és hát várunk mindenkit szeretettel, és Budaörs március 26.
szombati nap. Köszönöm szépen, itt voltál. Jó egészséget kívánok. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.